Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható a következő fél évben? Mi az, ami összeköt benneteket? Ez a felvétel egy személyes jóslás Manier számára. Kedves Manier, ez a te videód, és most megnézzük, hogy hogyan áll ez a hölgy hozzád, mi várható a következő 6 hónapban. A te jelenlegi helyzetedet ez a lovas férfi mutatja. Te szeretnéd, ha az események előre mennének, és a kezedben van ez az arany kehely, ami az érzelmeket illeti. Te szeretnéd ezt átadni ennek a hölgynek, szeretnéd kimutatni az érzelmeidet, de valami visszatart ettől. A hölgy jelenlegi helyzetét ez a főpap mutatja, és ez az eskü. Ő esküszik valamire. De itt tanulásról is van szó, és spirituális dolgokról. Mi az, ami összeköt kettőtöket? Itt mutatja ez a királynő. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, és a víz eleme az érzelmekre utal. Neki is vannak érzelmei veled kapcsolatban, ezt mutatja itt a víz eleme, de megvan ez a királynői tartás. És mi várható a következő hónapokban? Szeptember hónap, ezt mutatja itt a kártya. A 4-es szám arra utal, hogy kell számodra a biztonság érzete. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem a munkádat illetően is. Itt lesz elismerés. De néha lesznek olyan pillanatok, amolyan szűkös a számodra, és keresel egy kiutat. Mi várható nála szeptember hónapban? Azt mutatja itt ez a kártya. Neki nagyon sok munkája van. Vagy valami megnehezíti az életét. Nagyon sok mindent kell itt, hogy cipeljen. Október hónap nálad mutatja a családi dolgokat. Egy találkozást, vagy családi ünnepség. De az is lehet, hogy ez a vágyad, ez a terved, erről álmodozol. Egy békés családi élet nagy-nagy szeretetben. Mi várható nála október hónapban? Itt a csillagkép azt mutatja, itt minden jóra fordul. Azt is jelenti, hogy ez a párkapcsolat, ez a vonzalom kettőtök között meg van írva a csillagokban. Előfordulhat, hogy itt lesz kettőtök között egy közeledés. A csillag mutatja a szerencsét, és itt a kelyhek utalnak az érzelmekre, nagyon mély érzelmekre, és mutatja a boldogságot is. November hónap nálad, itt az a főpapnő utal valamire, mégpedig arra, hogy ez a kapcsolat meg van írva itt a sors könyvében. Persze azt is jelentheti, hogy te tanulsz valamit, érdeklődsz olyan spirituális dolgok iránt. Mi várható nála november hónapban? Itt vannak kihívások. Kell, hogy győzzön valami vagy valaki felett. Nem könnyű időszak számára ez a hónap. December. Nálad itt vannak az álmok, a vágyak. És ezek az álmok
megvalósíthatók. Bízz ebben, hogy kettőtök között kialakul ez a párkapcsolat. Mi van nála december hónapban? A hold mutatja az anyai érzéseket, de azt is, hogy visszahúzódó, és vár arra, hogy te jelentkezzél nála. Ezek az ő vágyai, ezek az ő álmai. Mindkét kártyánál álmokról van szó, az is előfordulhat, hogy ő megjelenik a te álmaidban, vagy te megjelensz az ő álmaiban. Január 2021, itt nálad lesz egy munkahelyi változás, vagy valamit átéltél az elmúlt hónapokban, években, az élet iskoláján, és most leteszed itt a vizsgát. Ha ez sikerül, akkor megvan a biztonság érzete. Erre utalnak az érmék és az értékekre. Neked ez a kapcsolat nagyon értékes. Vagy ez a vizsga, ez az idő volt számodra értékes. De mint mondtam, a munkahelyen is fog valami változni. Mi várható nála januárban? Itt ez a kártya azt mutatja, itt lesznek felújulások. Valami véget ért, és kezdődik egy új kezdet. És ő nyitott erre. Egy új utat választ. Ennél a kártyánál lehet egy bírósági ügy is. Február 2021, ez a kártya nálad arra utal, hogy szerencséd lesz a szerelmi élet területén. Te össze fogsz jönni ezzel a hölgyel, itt mutatja ez a kártya ezt a párkapcsolatot. És hogy éli át ő ezt az időt? Február 2021, itt változások vannak, sors döntő változások. Ő befejez valamit, lehet, hogy a volt párkapcsolatát, és indít veled együtt egy új életutat. Ezt januárban már érzi is, itt már változások vannak, és februárban már együtt lesztek. Én megkérdezem az ingát, szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán? Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, ő is szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Amennyiben az inga megáll, úgy megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, ő is szeret téged. Kedves Manier, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!